Szeretettel köszöntök mindenkit. Én Csóri Sándor vagyok, zenész, aktív zenész, hogy így mondjam, zenetanár, és én is egy vagyok végül is így maguk közül, vagy hát közülünk, ki keresi az igazságot magába, kívül, belül, és köszönöm a meghívást itt a hely részéről, hogy itt megoszthatom önökkel azt a gondolat, világot, amiben élek. És szeretném, hogyha ez nem olyan előadás lenne, mint hogy egy ember beszél, és akkor hallgatunk, hanem pont ha gondolatokat, ébresztő gondolatokat tudok közölni, vagy ha netalán vitatkozni, vagy valaki nem ért egyet abban, amit mondok, vagy egyet ért, vagy hozzá tud tenni dolgokat, akkor tegyük azt, hiszen az mindenkinek jó, hogyha egy kicsit elkezd gondolkozni. Én nekem is jó az, hogyha elkezdek gondolkozni, mert azt a gondolatot követem én, hogy ami elmúlt, az elmúlt, az vissza nem jön. Minden a jövő. Ha jól tud gondolni az ember, akkor az ember jól gyakorol. Ha jó békítő szavakat tud mondani, akkor az jó mindenkinek. És hogyha jókat tud adni, az pedig azt jelenti, hogy jót is kap vissza. De hát mindez a rosszra is igaz. Mert hogyha így megnézzük, egyénenként mind akik itt ülünk, én is, meg mindenki, ez, hogyha a számtant veszük példának, akkor megnézhetjük, hogy mit is jelent az, hogy egy. Mi magyarok azt értjük, hogy egy az Isten. Egy a tűz, egy a víz, egy a levegő, egy az ember, a sajátosan egyéni géntérképpel rendelkező. Az egy, az sok része osztható, 2, 3, 4, stb. 5, 6, 7, 8, 9, 10, mehetünk följebb és följebb, de a jó ember az csak egyféle. Ezt Vas Albert-től tanultam. És ez nagyon megragad bennem, hogy a jó ember egyféle. Hiszen minden reggel, minden nap, egy új nap, amikor szembe kell néznünk a külvilágunk kérdéseivel, amit a Teremtő feltesz nekünk, hogy na most mit tudunk válaszolni? Jót tudunk-e mondani, vagy rosszat tudunk mondani? És hát a legbensőnkben tudjuk jól, hogy kellene válaszolni, de hát ez csak nagy belátással lehetséges. Mindannyian érezzük, és nap mint nap, azért tudtam ilyen példával mondani, mert minden nap érezzük a gondolatainkban azt, hogy hát milyen két részre szakadt az egész ország. De hát ez olyan anakronisztikus, hiszen mondják, hogy van ugye a jobb oldal, meg van a bal oldal. Na hát ezt én annyira érdekesnek találom, olyan, mintha én szét lennék esve a jobb oldalamra és bal oldalamra, és nem tudna a jobb oldalam, hogy mit csinál a bal oldalam meg nem tudna, hogy mit csinál a jobb oldalam. És akkor elkezdenék én gondolkozni, hogy hogyan lehet ezt a kettősséget egyesíteni, hiszen ez egy áldatlan állapot, hogy tényleg két részre szakadt az ország, sőt, hát még mondhatnám, még hány részre szakadt. És amikor elkezdtem ezen gondolkozni, akkor rájöttem, hogy az a legjobb, hogyha én saját magamat egyesítem. Az én saját gondolataimat, az én saját jobb felemet és a saját bal felemet. És akkor legalább az én kis belső világom az egyesítve van. Mert a magyar nyelvben nagyon érdekesen fejeződik ez ki, hogy ugye, hogy egy. És amikor föllapozzuk a szótárt, megkeressük ezt az egy szót, amiben, hogyha akarunk, megkereshetjük az égi szót, és az eget, magát a példát, de az egy szó, amikor megkeressük,
megyünk tovább, és az lesz a végén, hogy együtt. És ez nagyon érdekesen hatott rám, hogy az egyből együtt lesz a végén. Ez nem természetes minden nyelvben, hogy ez így legyen. Magyarban igen. Na most megnézhetjük, hogy mi az, hogy kettő. Ugye, mert ahogy az előbb néztük, van jobb felünk és bal felünk. Hogyha nem tudja a jobb kéz, mit csinál a bal kéz, abból káosz van. Akkor az nem egy emberséges állapot, hiszen az ember arra teremtődött, hogy a teremtője hasonlatosságára, hogy teremteni tudjon. Hiszen ha nem tud teremteni az ember, akkor csak mit csinál? Föl kell, eszik, alszik, aztán megint föl kell, megint eszik egy kicsit, alszik, aztán így folyamatosan így megy tovább. Ez nem egy emberi lét. Az emberi lét az, hogyha az ember teremt. Mindenképpen ez, ami az emberségünkhöz tartozik. Na most, ahogy az ember figyeli az oktatási politikát, mert már az is politika, nem igazán a tudásról szól, hanem politikáról, akkor az ember elgondolkozhat rajta, hogy mit is jelent ez, hogy az ember egyesítse magát. Hogyha én zenész létemre azt tudom mondani, hogy behangolatlanul egy Stradivári hegedű is egy száraz fa. Úgy néz ki, mint egy hegedű, teljesen úgy néz ki. De nem lehet játszani vele. Nem lehet, hiszen megereszkedett húrokkal az nem hegedű. A hegedű akkor hegedű, ha be van hangolva. Hiába van az a nagy szép zongora, hiába van kitéve a kotta. Ha nincs behangolva, akkor nincs zene. És az első feladat az lenne, aki igazán jól akar játszani, akármilyen szinten, hogy saját magát hangolja be, illetve az, hogy majd megvárni azt a békés, boldog állapotot, amikor az iskolai oktatás arról fog szólni, hogy bizony a gyerekek behangolása az a teremtő képességet, a kreativitást, azt fejlesz-e. És ebben a boldog emberi állapotban legyen boldog a gyerek, boldog a szülő, boldog a rokon, és mindenki, hogyha behangolt jobb és bal agyféltekével tud az ember ránézni a világra. Erre a kis világunkra. Hiszen a világ az mindig változik egyébként, azt tudom én mondani, hiszen nem tudjuk elképzelni, hogy most mi van a Blahalujza téren. Ugye elképzelni el tudjuk, hogy mi van ott, azt csak valahogy hogy rá tudunk gondolni, hogy mi szokott lenni, de hát a világ az most itt van, pontosan itt van. És itt tudjuk megteremteni saját magunkban a jó gondolatokat, a jó szavakat és a jó tetteket itt is, ebben a kis világban. Na most, mit jelent például, így gondolkoztam rajta, hogy mit jelent az, hogy három, és hogy milyen fontos szám ez a három. Ez egy nagyon fontos szám, hiszen az emberi lét a múlt, jelen és jövőben történik, ebben a hármasságban. A szellem és a lélek megtestesülése itt a Földön, hogy testet öltsön ebben a hármasságban, az is a hármasságot fejezi ki, ugyanúgy, mint az Atya Úristen, ami szintén szent háromság, mint igazság, út és élet. Tehát ez a szent háromság az, amiben az ember el tud gondolkozni, hogy is legyen a jövő. Mert minden a jövő, minden. A jelen egy pillanat, és minden a jövő. Hogy az ember milyen kérdésre hogy tud válaszolni. És érdekes még a magyar hagyományban és a magyar nyelvben, milyen érdekes ez a hármasság. Mert például, amikor az ember kifogja az aranyhalat, addigra már kell tudni azt a három kívánságot. Nem lehet felkészületlenül csak úgy fogdosni a halakat, aztán kívánni mindenfélét. Tudni kell, hogy az ember mit akar. Akkor igenis, hogy létezik ebben az életünkben is
a háromszori élet. Mert fel lehet támadni ugyanúgy a úgymond leveretésünkben, mert az mindenkivel előfordul, és fel lehet támadni, és újra lehet kezdeni, úgy, mint a mesében mondhatunk úgy, hogy megszépülve és megjobbulva. Erről még írtam, mert én szórakoztatom magam otthon, és írtam egy kis versecskét, illetve szórakozok, játszom. Próbálok játszani, hogy tényleg tudjak olyan teremteni magamnak, ami legalább nekem tetszik. És elkezdtem játszani az én, te, ő, mi, ti, ők szóval. Ez is lényegében egy hármasság, hogyha úgy nézzük, de elkezdtem játszani, hogy én vagyok, aki vagyok. Te vagy, aki vagy. Ő, se nem én, se nem te. Mi sokfélék vagyunk. Ti ne kételkedjetek, mert ők a jóságért megalázottak, bizonyára harmadnapon feltámadnak. És így szórakoztatom magam ilyen verseskékkel, gondolatokkal, és próbálom arra nevelni a tanítványomat, hiszen zenetanár vagyok, hogy ebben a világban próbálják megtalálni a jót, mert a jóból lesz csak jó. Rosszból nem lesz semmi esetre se jó. Csak jóból lesz jó. És azért biztatok mindenkit erre, mert nincs olyan, hogy jobb oldal és bal oldal, nincs olyan, hanem olyan van csak, hogy az embernek jó gondolata és rossz gondolata van. Mert rossz gondolattal hiába korholja valaki akármelyik miniszterelnököt, akármelyik politikust, akármelyik szomszédját, akármelyik autóstársát az utakon, abból jó nem születik, csak úgy születik a jó, ha az ember saját magában meg tudja teremteni a jót. És ezt gyakorolni kell. Hát ez nem úgy van, hogy az ember egyből tud hegedülni, vagy zongorázni, vagy mit tudom én, esztergályozni, vagy bármi, jó, egy jó kenyeret sütni, vagy egy igazi jó gulyásleves, hát azt gyakorolni kell, az nem úgy megy, hogy egyszerre megy, ez egy gyakorlat. Erre a magyar nyelvben nagyon érdekes szó az iga szó. Mert mondhatom azt, hogy például az indiai filozófiában az iga, hogy így mondjam, azt mondhatjuk úgy, hogy jó iga, ami azt jelenti, hogy jóga. Azért mondhatom ezt így, hiszen aki abban az igába teszi magát, hogy képes különféle testhelyzetekben, levegővételekkel, saját magát úgymond meditálva egy más állapotba helyezni, akkor az bizony az jógázik, és hogyha mi a jó igájába tesszük magunkat, én ezt gyakorlom, ha jó igába tesszük magunkat, akkor bizony abból jó lesz. És mondom, hogy nagyon nehéz út, nagyon régóta gyakorlom, és bizony néha nekem is felvegy a bélnyomásom, hogy így mondjam, de mégiscsak jót kell gondolnom. Mégiscsak jót. Hiszen amikor gyakorlok a hegedűn, bizony én is fogok össze-vissza hangokat, amikor próbálgatom a hegedűnek a hangjait, de azért nem kell gyaláznom magamat. Tudom azt, hogy az élet az olyan, hogy bizony, ha az ember a jó szándék vezérli az embert, jó szívvel gondol az ember a külvilágára, akkor bizony abból jó lesz, előbb-utóbb. Ugyanúgy nem fog fölnőni egy fa sem egyből, hanem bizony annak idő kell. Mondhatnám azt is, hogy egyik, most hirtelen eszembe jutott, hogy egyik barátomnak azt hasonlóképpen beszélgettünk egymással, és mondom, hát az neked nem fog előbb kinőni a hajad, megnőni a hosszúra, mint ahogy te azt gondolnád, annak megvan az ideje, hogy az mikor lesz olyan, vagy mikor.